Önök a Híradót látják 8 órakor, Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Újabb szigorításokról döntött a kormány a koronavírus járvány második hulláma miatt. Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, hogy az üzletek és a tömegközlekedési járművek mellett a mozikban, a színházakban és az ügyfélfogadási irodákban is kötelező lesz a maszk viselése. A szórakozó helyeken pedig legkésőbb este 11-kor be kell zárni. Arról is döntött a kormány, hogy a koronatesztek nem lehetnek drágábbak 19.500 forintnál. A szakértők szerint a második hullám csak decemberben vagy januárban éri el a csúcspontját, úgyhogy addig védekezni kell. A kormány mai ülésén áttekintettük a járványhelyzetet és döntéseket is hoztunk. Az első hullámmal szemben csatát nyertünk, most szembe kell néznünk a második hullámmal, már fölkészültebben és tapasztaltabban, mondta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor hozzátette, a járványügyi szakemberek szerint a második hullám valamikor december-január tájékán éri el a csúcspontját. Egészen addig folyamatosan védekeznünk kell. Van egy haditervünk, amely arról szól, hogy hogyan védjük meg az időseket, hogyan gyógyítsuk meg a betegeket, és mindeközben ezzel egyszerre egy időben hogyan tartsuk fenn az ország működőképességét. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az egészségügyet felkészítettük, a védekezéshez szükséges felszerelések, kórházi ágyak, lélegeztetőkészülékek és az ezek működtetéséhez szükséges orvosok és ápolók megfelelő számban rendelkezésre állnak, sőt, ha kell, akkor a ma több mint 10 000 ágyat 2- és 3-szorosára is tudjuk növelni, egy vezénylési terv alapján pedig orvosokat és ápolókat is tudunk küldeni a megfelelő helyre. Mindenki megnyugodhat, ha elkapja ezt a betegséget, meg fogjuk gyógyítani. A kormányfő közölte, fenntartják a beutazási korlátozásokat és kötelezővé teszik a maszk használatát a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Ezen kívül fenntartják a teljes körű látogatási tilalmat is a kórházakban és az idős otthonokban. Október 1-től testhőmérséklet mérés után lehet belépni az iskolákba a diákoknak és a tanároknak, és csak nekik. A tesztek hatósági árát megállapítottuk, nem lehet semmilyen jogcímen sem lehet több pénzt, mint 19.500 forintot elkérni egy tesztért. És végül döntöttünk arról is, hogy a szórakozó helyeket este 11 órakor be kell zárni. Kérek mindenkit, hogy a saját érdekében, de különösképpen az idősek és a betegek érdekében tartsa be ezeket a szabályokat. Orbán Viktor kiemelte, arra utasította a rendőrséget a belügyminiszteren keresztül, hogy szigorúan ellenőrizze és tartassa be a szabályokat. És ha kell, akkor büntesse azokat, akik nem tartják be az előírásokat. Egyszer már sikerült, most másodszor is sikerülni fog. Vigyázzunk egymásra! A teljes táppénzt megkapják azok a tanárok, illetve az őszoros kontaktjaik, akik a munkahelyükön kapták el a koronavírust. Ezt az emberi erőforrások minisztere mondta. Kásler Miklós hozzátette, hogy a kormány számolt azzal, hogy megjelenik a koronavírus egyes iskolákban, de a több mint 13 000 helyszínhez képest egyelőre kevés helyen vannak pozitív esetek. Azok a pedagógusok, akik a munkahelyükön kapták meg a fertőzést, tehát COVID pozitívak, ők teljes táppénzre jogosultak, de nem csak ők, hanem a szoros kontaktjaik is, tehát mindazok a pedagógusok, akik a munkájukat az iskolában nem végezhetik, mert karanténba töltik az idejüket. Egy nap alatt 8 krónikus beteg halt meg itthon a koronavírus miatt. A második hullámban ilyen magas számra még nem volt példa. Közben 581 embernél mutatták ki a fertőzést, így a betegek száma már a 10 000-hez közelít. Szlávik János infektológus főorvos az M1-en azt mondta, hogy a koronavírus miatt most még nagyobb a jelentőség az influenza elleni védőoltásnak. Hangsúlyozta, hogy ha minél többen kérik az influenza elleni oltást, az az orvosoknak is sokat segíthet. Az idén nagyon nagy jelentőséggel oltassa be magát az influenza ellen, mert az orvosoknak nagyon nagy segítséget jelent az, hogyha légúti tünetek jelentkeznek, akkor el tudjuk különíteni, hogy nagy valószínűséggel nem influenzáról, hanem esetleg koronavírusról lehet szó. Közben újabb idős otthonba jutott be a vírus ezúttal Nyíregyházán. Azonnal kivonult a járványügyi bevetési egység és fertőtlenítette az idős otthon épületét. A Híradó információi szerint egy héttel ezelőtt az egyik dolgozó koronavírus tesztje lett pozitív, majd azóta többen is megbetegedtek az intézményben.
Gázmaszkban és vegyvédelmi ruhában léphettek be a katonák is a nyíregyházi tündérkert szeretett otthon területére szerdán. A híradó úgy tudja, itt is megjelent a koronavírus. Ennek a nőnek a 77 éves bátyja él az intézményben, azt mondta, csak telefonon tudott vele beszélni. Mondta, hogy semmilyen nem fáj, jól érzi magát. Nem tudom, hát a főnökkel is beszéltem már kétszer ma, azt mondta, hogy senkinél nincs tünet. Meg vannak ijedve ilyen? Nagyon, nagyon, én nagyon sírtam magam, hát nagyon, nagyon. Hónapok óta nem jöhetnek ki az otthonból, és akkor mégis ez megtörténik. A járványügyi bevetési egység katonái az épület és az udvar teljes területét fertőtlenítik. Két ütemben hajtjuk végre a fertőtlenítést. Egyszer egy melegkötképzős hidrogénperoxid és nátriumhipoklorid alapú fertőtlenítőszerrel, majd a második körben a MOL Higiflow Rapid elnevezési fertőtlenítőszerrel permetezve. Ez érinti mind a vizes blokkokat, mind az orvosi helyiséget, mind pedig a hálókörleteket, illetve lakószobákat, közösségi tereket. A híradó információi szerint egy héttel ezelőtt az egyik dolgozó koronavírus tesztje lett pozitív, majd azóta többen is megbetegedtek. Az első információk szerint 21, de mások szerint 24-en vannak betegek. Azt még nem tudjuk, hogy a 21 vagy 24 beteg közül hány bentlakót, illetve hány gondozót érint a betegség. Egy biztos, hogy ma mentők érkeztek ide a szeretett otthonhoz, és több beteget elszállítottak innen. Nem ez az első alkalom, amikor a járvány második hullámában idős otthonokban jelenik meg a koronavírus. Egy hete a fővárosi önkormányzat fenntartásába tartozó Kamaraerdei úti idősek otthonában betegedtek meg csaknem 30-an, közülük egy ember a kórházban életét vesztette. Már több mint 50 ezeren használják okostelefonjukon a Vírusradar nevű alkalmazást itthon, de ettől jóval több letöltésre lenne szükség. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára beszéltem a reggelben. A program a kontaktkutatást segíti egy esetleges fertőzés esetén. Az alkalmazást lehetővé teszi ugyanis, hogy azoknak az ismeretleneknek a beazonosítása is megtörténjen, akikkel a fertőzött húzamosabb ideig egy helyen tartózkodott. Solymár Károly Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az applikáció akkor segít, hogyha minél több telefonra letöltik azt. Az 1-2-3 millió letöltés lenne az, amikor ugrásszerűen észrevehető lenne az, hogy egyre több esetben tud segíteni ez az applikáció. Tehát mindenkit arra ösztönöznék, hogy töltse le. Hiába gondolja bárki, az ő biztosan nem fertőződhet meg. Erre készülni kell bizony, és nagyon jó, hogyha ez bekövetkezik, akkor tudom a hatóságokat információval ellátni, hogy mások is értesüljenek arról, hogy esetlegesen megfertőződhettek. A koronavírus terjedése miatt kockázatos területnek minősítette Budapestet a német kormány. A magyar fővárosból Németországba utazóknak házi karanténba kell vonulniuk, értesíteniük kell a helyi egészségügyi hivatalt, és 72 órán belül koronavírus tesztet kell elvégeztetniük. Negatív lelet esetén az egészségügyi hivatal elrendelheti a karantén feloldását. A kockázatos területek listáján van egyébként még több horvátországi megye és az osztrák főváros Bécs is. Itthon internetes piacteret nyitnak tűzifa vásárlóknak. Minden szezonban rengetegen csalnak, vagy legalábbis vannak próbálkozások, hogy becsapják a vevőket. Ezt akadályozhatja most meg a Tűzifát Okosan nevű internetes piac. Ide csak tisztességes kereskedők és erdőgazdálkodók regisztrálhatnak. Így mérik meg hivatalosan a rönkfa rakományt ezen az Egrifa telepen. A kiszállítás előtt ez a legfontosabb tennivaló. Így tudja a megrendelő is, mekkora mennyiséget kap a pénzéért. A telep értékesítési vezetője már regisztrált arra a honlapra, ahol csak az ellenőrzött tűzifaárusok hirdethetnek. Azt mondja, nagyon sok az átverés. A leggyakoribb az, hogy nem annyi fát szállítanak a megrendelőnek, mint amennyit kifizetnek. Sok embert megtéveszt, hogy köbméterbe rendeli meg a fát, viszont csak űrméterbe kapja. Az űrméter az a befoglaló méret, tehát amikor fölmérjük egy mérőszalaggal az adott térfogatot, amit kitölt. A köbméter az pedig minden egyes fát egyesével felköbözünk, tehát a levegőt nem. Az űrméterben pedig az is benne van. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a tüzelő beszerzési szezonra időzítette a Tűzifát Okosan nevű online piactér megnyitását. Ez egy ellenőrzött felület, tehát nem az van, mint hogy egy bizonytalan zárt csoportjában egy közösségi oldalnak találnak egy tűzifa hirdetést, vagy valamilyen weboldalon, vagy esetleg valamilyen hirdetési újságba megrendelik, mert fele annyiba kerül,
mint ami a piaci ár, megörülnek neki, aztán rájönnek, hogy olcsó húsnak híg a leve. A szakemberek minden tűzifa vásárlónak óvatosságot javasolnak. Kérdezzék meg, hogy adnak-e számlát, és hogy el lehet-e menni a telephelyre a mérleget megtekinteni. Ha bármelyik kérdésre nem a válasz, akkor meg kell fontolni a vásárlást. Fegyveres rablás elkövetőin ütött rajta a terrorelhárítási központ műveleti egysége Sopronban. A két férfi egy ottani lakásba tört be, ahonnan fegyverrel, ékszereket és készpénzt raboltak. A Győr-Moson-Sopron megyei nyomozók egy összehangolt akció során megtalálták a tetteseket, és kiderítették, hogy egy soproni lakásban bujkálnak. A TEK emberei végül elfogták a rablókat. A házkutatás során pedig kábítószergyanús anyagokat, nagy mennyiségű készpénzt, valamint a rablásból származó ékszereket foglaltak le. Később pedig még két másik ember kezén is kattant a bilincs, a rendőrség azt feltételezi, hogy nekik is közük volt a rabláshoz.